beszélgetni. Ki az, aki tudja, hogy mi az a böjt? Az, amikor nem eszünk húsit, meg édességet. És ilyenkor miért nem eszünk ilyeneket? Hogy felkészüljünk a húsvétre. És mi az a húsvét? Amikor a nyuszi hoz nekünk csokit. Amikor a Jézust keresztre feszítették. Miért nem eszünk húsit ilyenkor? Diétázol. Nagyon jó, és a diéta az miért fontos? Mi a diéta? Nem eszünk sokat. Ki diétázott már életében? A testvérem diétázik. És neki miért szükséges diétáznia? Azt nem tudom. Valamelyikőtök allergiás valamilyen ételre, vagy te érzékeny? Ja, a testvérem a tejre és a tojásra. Te is érzékeny vagy? Te mit nem ehetsz? Tojást. Melyik étel hiányzik neked a legjobban, amiben tojás van és nem ehetsz? Tojáskrém. Ki az, aki tudja, hogy a böjt az mikor kezdődik? Tél végén és tavasz elején. És meddig tart? Húsvétig. Na, hát akkor nem tudod? Azért, mert voltam szüneten, gyerekmisén, és ott beszélgettem a papbácsival böjtről, és sok gyereket megkérdezett, és tudták még jól a választ, és én ott megtudtam, mert én még nem tudtam olyanokat, amiket ott megkérdezett a papbácsi.